A Nemzeti Összetartozás kormánya megvédi a magyar embereket a soros tervvel kapcsolatosan is ezt teszi, mondta Simon Miklós országgyűlési képviselő a Nemzeti Konzultációs Fórum sorozat első állomásán Nyírbátorban. Hozzátette, a nyírbátoriaknak is ki kell nyilvánítaniuk a véleményüket a nemzeti konzultációban. Itt is veszély van Nyírbátorban, nem különben pedig ugye menekült szállás van Nyírbátorban, és a migráció itt hétköznapi tapasztalat. Úgyhogy arra kérjük a nyírbátoriakat, a megyebelieket, hogy támogassák a nemzeti konzultációt, és küldjék vissza a válaszlapokat. Magyarország továbbra is óriási kihívás előtt áll a migrációval kapcsolatosan. A soros terv igenis létezik, mondta Varga Mihály a fórumon, hozzátette, a saját állampolgáraik megvédésében hazánk az uniós országok előtt jár. Felidézte, 2015 óta nagy a migrációs nyomás Európán, különböző felmérések igazolják, hogy akár 60 millió gazdasági bevándorló is érkezhet a kontinensre a következő években, hangzott el. Ezt Magyarország nem támogatja, mondta a miniszter, és hazánk másképp gondolkodik, az Európában fellépő népességcsökkenésből vagy a munkaerőhiányból adódó problémák megoldásáról is. A miniszter újságírói kérdésre elmondta, a hazai vállalkozások versenyképességét járulékcsökkentéssel, bértámogatással segítik, és folytatódik az ifjúsági garanciaprogram is. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent a munkaerőhiány. Tehát nagyon sok olyan vállalkozóval találkozok megyei fórumokon, rendezvényeken, akik azt mondják el, hogy még tudnának fölvenni plusz embert, még tudnának alkalmazni embert, és nincs elegendő munkaerő. Tehát itt nekünk abban kell a következő időszakban együtt dolgozni a megyei járási hivatalokkal, kormányhivatalokkal és a vállalkozókkal, megyei kamarákkal, hogy hogyan lehet a meglévő munkanélküli réteget átképzésekkel, felnőtt képzéssel, különböző programokkal képessé tenni arra, hogy a meglévő hiányzó álláshelyeket, álláslehetőségeket betöltsék. Ebből a szempontból különösen fontosak a fiatalok, hiszen egy iskolából kikerülve mégis az az életcél, az ember elhelyezkedjen és elkezdjen dolgozni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a munkanélküliségen belül pedig a fiatalok munkanélkülisége nagyon tudott csökkenni az elmúlt időszakban. A lakossági fórumon szó volt arról is, hogy a migránsok befogadásának támogatásához uniós pénzeket használna fel Brüsszel, ha a kvóták alapján osztanák szét a bevándorlókat, többek között az agrártámogatások szenvednék kárát, vagy akár új adókat is kivethetne az unió, hangzott el a fórumon.